A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, amint az meg van írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részében, annak a 9. versétől a 20. versig terjedő ige szakaszból, amelyet leülve és figyelemmel hallgassunk meg. A megnevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Másnap pedig, ahogy azok úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter 6 óra tájban felment a ház felső részére imádkozni. De megéhezett és enni akart. Amíg azonban az ételt készítették neki, rémületbe esett és látta, hogy az ég megnyílt, és leszállt hozzá valami edényféle, mint egy nagy lepedő, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Ebben mindenféle földi 4 lábú állat, csúszómászó és égi madár volt. És hang hallatszott. Kelj fel, Péter, öljed és egyél. Péter pedig azt mondta, semmiképpen sem, Uram, mert sohasem ettem semmi közönségeset vagy tisztátalant. De másodszor is szólt a hang, amit Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig 3-szor is megtörtént, majd nyomban felvitetett az edény az égbe. Ahogy Péter magában tűnődött, hogy mi lehet ez a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza felől kérdezősködve a kapuhoz érkeztek, és bekiáltva érdeklődtek, hogy Simon, akit Péternek hívnak, ott van-e szálláson. És amíg Péter a látomás felől gondolkodott, azt mondta neki a lélek. Íme, 3 férfi keres téged. Kelj fel azért, menj le, és minden tétovázás nélkül menj el velük, mert én küldtem őket. Isten áldása kísérje az ige olvasását, szívünk befogadását, és annak megtartását, gyertek ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked a nyugodalom napján azért, hogy te ma is megtalálható vagy. Köszönjük, Urunk, hogy ha kereshettünk téged az elmúlt héten, és megtalálható voltál. Köszönjük, amikor választottál a kérdéseinkre. Köszönjük, amikor békességet adtál a nyugtalanságban. Köszönjük, amikor lecsendesítettél, hogyha háborgott a szívünk. És köszönjük, Urunk, ha megvigasztaltál akkor, amikor vigasztalanok voltunk. Köszönjük, hogy így ismerhetünk téged, hogy te olyan Úr vagy, aki azt adod, amire szükségünk van. És ezért jöhetünk te hozzád. Áldunk azokért, Uram, akiknek az életében úgy vagy jelen, mint gyógyító orvos, aki meggyógyítod az ő sebeiket, testi és lelki gyógyulást adtál. Áldunk azokért, Uram, akik kerestek téged, mert ürességet éreztek az életükben, és te betöltötted őket. Köszönjük, Urunk, a te lelked vezetését. Talán össze sem tudjuk számolni, hány dologban voltál jelen, amiben segítettél dönteni, segítettél a jó irányba menni, és nem tévelyektünk, és nem buktunk el. De hogyha mégis láttál bennünket elbukva, akkor köszönjük, hogyha felemeltél. És arra szeretnénk kérni most ezen az alkalmon, Urunk, hogy segíts nekünk ráhangolódni a te igédre. Hadd hagyjunk otthon mindent, ami talán elvonna a figyelmünket, a gondolatainkat, és segíts, Uram, hogy minden egyes alkalom, amit itt töltünk a te lábaidnál, az hadd szolgáljon a mi megerősödésünkre, a mi épülésünkre. Hadd tudjuk elhagyni azokat a dolgokat, amire nekünk nincsen szükségünk. És hadd légy jelen, Uram, a mi életünkben a te lelked által, aki tanácsolsz, vezetsz, formálsz, hadd éljünk igaz hívő életet. Köszönjük, Urunk, hogy ma ez lehetséges. És ebben a csendben te kész vagy szólni hozzánk. Kérünk, cselekedd ezt meg. Amen.
Istennek az igéje, ami által szólni kíván hozzánk, meg van írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részének 13. és 14. versében az igét és annak üzenetét leülve és figyelemmel hallgassuk meg. A megnevezett helyről így szól Isten igéje. És hang hallatszott, kelj fel, Péter, öljed és egyél. Péter pedig azt mondta, semmiképpen sem, Uram, mert sohasem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. Köszöntöm a gyülekezetet a nyugodalom napján. Egy ideje már olyan történeteket olvasunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, ahol nagyon jól látszik az, hogy Isten hogyan igazítja az ő terveihez az ő tanítványait. Egy különös dolog ez. Istennek van terve az ember életére nézve, a világra is, egy népre, egy közösségre nézve. És Istennek van egy ilyen munkája, hogy azokat, akik készek beállni a neki való szolgálatba, azokat Isten hozzá fogja igazítani az ő terveihez. Enélkül értelmetlen lenne a keresztény élet. Mert nekem is van egy tervem, meg az Istennek is, csak ez a kettő nem fog talán találkozni soha. És Isten olyan szeretettel és türelemmel formál, igazít, és hozzásegít ahhoz, hogy én részese legyek az ő tervének. Így hallottunk egy néhány alkalommal ezelőtt István diakónusról, akiről az volt lejegyezve az ígében, hogy ő szent lélekkel és kegyelemmel teljes férfi volt. És ez áradt ki belőle. De akkor erre volt ott szükség, és Isten így használta őt abban a közösségben, azok között, az emberek között, ahová őt állította. És mivel ez árad ki az ő életéről, nagyon sokan hitre jutnak az ő bizonyságtétele alapján. Aztán nemrég volt szó Fülöpről, aki Istennek egy mozdítható, egy küldhető szolgája volt. És Isten lelke szól, és ez az ember megy. És teszi azt, amit Isten lelke mond neki. Engedelmesen. És Isten lelke végzi az ő munkáját, a Fülöp életében is, de általa mások életében is. Testvérek, egy nagyon fontos dolgot jó lenne megértenünk. Mégpedig azt, hogy amikor mi szeretnénk, hogy Isten munkálkodjon a családunkban, a gyülekezetünkben, a faluban, vagy ebben az országban, akkor meg kell értenünk, hogy ahhoz kellenek eszközök. Kellenek olyan emberek, aki által Isten munkálkodni fog. És az a nagy kérdés, hogy mi készek vagyunk-e erre? Hogy igen, Uram, használj engem nyugodtan ott, ahol vagyok, és hadd legyek használható eszközöd. Nem lehet keresztény életet élni Isten szent lelke nélkül. Amikor valaki megpróbál keresztényként élni, de nincs jelen Isten lelkének a vezetése, akkor tulajdonképpen semmi egyéb nem történik, csak az, hogy elkezdek felvenni olyan szokásokat, olyan új dolgokat, mint amit láttam mások életében. De nem Isten lelke fog használni engem. Használni fog a gonosz. Azért, mert nekem csak új szokásaim lesznek, de nem lesz új vezető. És hogyha Isten lelke nincs jelen az életemben, mint olyan, aki vezet, akkor nagyon sokszor eszköze leszek a gonosznak. Önámítás lenne azt mondani, hogy nem használ itt senkit a gonosz. Nagyon sokszor az Isten munkájának azok a hátráltatói, azok a bomlasztói, akik Isten lelke nélkül élnek, de talán ugyanúgy igét hallgatnak, mint mások. És sokszor itt akad el az Isten munkája, mert nem engedik, hogy Isten lelke vezesse őket. Tudomásul kell venni azt, hogy ha rábízom magamat az Úrra,
akkor bizony ő elkezd formálni engem. Ezért nagyon nagy kijelentés az, amikor valaki azt mondja, hogy Uram, rád bízom magam. Olyan könnyen ki tudjuk ezt mondani. De belegondoltunk abba, hogy mennyi minden jár ezzel együtt. Hogy Uram, az életemet, a terveimet, a gondolataimat, a tőled kapott erőmet, az időmet, a javaimat, mindent a te kezedbe teszek bele. Rád bízom. Megbízom benned, hogy te rendelkezz vele és velem. Átgondoltuk ezt? Komolyan vettük ezt, amit kérünk az Istentől? Mert innentől kezdve ő elkezd olyanná formálni, amilyenné nekem lennem kell. Ahhoz, hogy nekem részem legyen az ő terveiben. Hogyha én ettől lóckodok, ha én ettől húzódozok, akkor akadályává leszek az Isten munkájának. A lélek ellen fogok törekedni. Sok ember szájából elhangzott ez. Akár egy evangelizáción, egy visszahíváson, hogy igen, Uram, rád bízom magam. És hogy szépen csendben elmaradt ez az egész formálódás. Kicsit olyan ez, biztos vannak közöttünk olyanok, akik gyermekkorban csináltak ilyet, hogy ilyen hirtelen jó indulatból, meg felindulásból odaajándékoztuk egy kedvenc játékunkat a másik gyereknek. Aztán eltelt egy nap, és mentünk, és visszakértük, hogy meggondoltam magam. Hát valahogy így vagyunk sokszor Istennel is. Uram, rád bízom magam, de nem adod vissza a terveimet. Nem adod vissza a szokásaimat. Nem adod vissza, Uram, a javaimat, a én hadd rendelkezzek a dolgaimmal. És aztán eljutunk oda arra a pontra, hogy már semmi nincs az Úrnál, már igazából csak hallgatóságot keresünk az ima életünkben, hogy Uram, hát legalább te hallgast. De már semmi nincs az Isten kezébe. Gyakran imádkozunk azért, hogy Uram, formálj, formálj, vezess, mutasd meg a te akaratodat, mutasd meg a te céljaidat. És mihelyest Isten hozzányúl az életünkhöz, hogy elkezdjen formálni, nagyon sok ember megsértődik. Nagyon sok ember összetörik, és megharagszik az Istenre. Egyszer volt egy alkalom, amikor nagyon buzgón imádkozott egy család, hogy az Úr formálja őket, vezesse őket, és aztán történt egy szerencsétlenség a családban. És azt kérdezte az apa, hogy én emlékszem rá, hogy ezt kértem Istentől, na de ne így nyúljon bele az életembe. Aztán már nem nyúlt se, hogy bele Isten az életükbe. És ezt az apa már nem bírta józanul. Olyan nagy dolog az, hogyha az ember imádkozik. De legyünk egészen őszinték ma magunkhoz. Komolyan vesszük az imádságainkat. Most gondoljunk azokra a dolgokra, amiért imádkozni szoktuk. Komolyan vesszük ezt? Valóban azt akarjuk? Testvérek, nincsen baj azzal, ha nem imádkozunk mindenért. Nincsen baj azzal, hogyha nem mondunk el olyan dolgokat, amit más is elmondott. Lehet, hogy csak nagyon-nagyon kevés dologért fogunk imádkozni, vagy csak egy-két olyan dologért, ami fontos, de azt vegyük komolyan. Mert Isten komolyan veszi. Isten komolyan veszi. Ha komolyan gondoljuk, akkor viszont számoljunk azzal, hogy igen, az én Uram is hallja ezt. Péter így imádkozik. Ez a történet, amit felolvastam, ez Péternek egy olyan időszakáról szól, amikor imádkozik az Istenhez, kéri az Isten vezetését, de Péternek is számolnia kellett azzal, hogy innentől kezdve, ha én rábízom az életemet az Istenre, nem én dirigálok. Nem én szabom a terveket, és nem én döntöm el, hogy hogyan irányítom az életemet.
hogyha figyelmesen olvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor látjuk azt, hogy ezt mindenkinek meg kellett tanulni. Nem én irányítok. Ha én a Krisztus követője akarok lenni, nem én irányítok. Hanem Isten lesz az életemben az, aki vezet és irányít. És nem úgy teszem a dolgokat, ahogyan megszoktam, mert nem ez a mérvadó, hogy én mit tudok, meg mit akarok, hanem az lesz a mérvadó, hogy Uram, Te mit akarsz az életemmel kezdeni. Egyik tanítvány sem született alkalmasnak. De olyan jó látni, hogy Isten kezében alkalmasak lettek arra, ahol Isten látni akarta őket. Nagyon sokszor az ördög bekeni a szemünket azzal, hogy gyarló vagy, alkalmatlan vagy. Lehet. Na de hát van egy Isten, akire rábíztam magam. És ez az Isten engem alkalmassá tud tenni a neki való szolgálatra. És szívesebben benne ragad az ember ebbe az állapotba, hogy ó, én alkalmatlan vagyok. Csak hogy ez egy Isten káromlás, mert akkor én nem nézem semmibe azt az Istent, akire rábíztam magam. Nem nézem annyiba, hogy tud rajtam változtatni, és tud rajtam könyörülni. Amikor kezébe veszi Isten a Péter életét, akkor olyan dolgokhoz nyúl hozzá, ami a Péter természetét, az ő szokásait érinti, és megváltoztatja. Azt olvastam az igében, hogy Péter imádkozik, és Isten válaszként erre az imádságra ad neki egy látomást, leereszt egy nagy edényt, mint egy lepedőt, és azt olvastam az igében, hogy ez tele volt mindenféle földi, négylábú, csúszómászó állattal és égi madárral. Azt tudni kell, és nyilván tudjuk, hogy a zsidók nem ettek meg bármit, csak a tiszta állatokat. És undorodtak minden egyébtől. És azt mondja egy isteni parancs, hogy Péter, öljed és egyél. És erre elhangzik egy földi válasz, hogy semmiképpen nem. Semmiképpen nem. Ki van zárva? Még a te parancsodra sem, Uram. Nem fogok szembe menni az én szokásaimmal. Nem fogok szembe menni az én vallásos beidegződésemmel, mert én ezt nem szoktam. A többiek se szokták. És ezért én ezt nem fogom megtenni. Én másképp szoktam, és ez távol áll tőlem. Ott van a Péter szavaiban, Uram, nem tettem ilyet soha. És nem is fogok. Nem vagyok hajlandó ezen változtatni senkinek a kedvéért. Nagyon sokat mondó számomra ez az igevers. Hát ebben az egy igeversben benne van az, testvérek, hogy miért van az, hogy emberi életek nagyon sokszor megállnak a fejlődésben a hit útján. Nem azért, mert nem tudunk semmit. Nem azért, mert már nem hallható az Isten szava. És nem is azért, mert nem érthető az Isten szava. Hanem azért, mert bennünk is ott van az a fajta tiltakozás, ami ott volt Péterben, hogy semmiképpen nem. Semmiképpen nem vagyok hajlandó másképp csinálni a dolgokat. És semmiképpen nem vagyok hajlandó szakítani a szokásaimmal. Hányszor történik az meg, hogy Isten világosan elmond számunkra valamit? Érthető. Teljes mértékben világos az, amit Isten mond. Megláttat velem olyan dolgokat, ami lehet, hogy új számomra, de tudom, hogy ez az Isten útja. És mi történik ilyenkor? Jön egy mentegetőzés. Semmiképpen nem. Én ilyet soha nem csináltam eddig.
Nem ez volt számomra a megszokott. Nem ez volt az életemnek az a része, amihez én hozzászoktam. Hogy jön most bele valami új? Testvérek, ezért fél az ember a megtéréstől. Mert számolnia kell azzal, hogy nagyon sok olyan új dolog lesz az életemben, ami szokatlan az én számomra. És ezért fél az ember attól, hogy odaszánja magát az Istennek, mert egyszerűen az engedelmesség az együtt jár azzal, hogy új dolgok történnek az életemben, amit eddig én nem csináltam. És az ember inkább csendben mondogatja, hogy semmiképpen nem, Uram. És Isten mondja tovább. És talán sokszor elismétli még, hogy mi az akarata, a terve az életünkre nézve, és ez a válasz rá, hogy semmiképpen nem. Mi lesz ilyenkor? Az történik ilyenkor, testvérek, hogy az ember megfásul az ige hallgatásba. Ugyanazt fogja hallani mindenből. És egy idő után már semmit nem fog hallani. És egy idő után már csak egy ilyen csendes felháborodás lett, hogy semmi újat nem mondott az ige. De minek mondjon újat? Hát a régit se csináltam meg. Minek adjon új parancsot Isten, mikor a régivel se tudtam mit kezdeni? Minek vezessen új utakra, mikor a régin se indultam el? Kicsit olyan ezt testvérek, mintha mindig Istentől új ruhát kérnénk. És mindig a régibe járunk. Nekem volt egy ilyen családtagom, amikor meghalt, irgalmatlan mennyiségű ruha maradt utána, és mindig szakadt ruhába járt. És ahányszor elutazott valahová, mindig ruhát vett, és sose hordta. Táborba örültek neki. És valahogy így vagyunk az Istennel is, hogy Uram, hát utasd meg a te akaratodat. Minek? Uram, vezess a te utadon. De minek? Hát nem is vagyok hajlandó el se indulni. Uram, tanácsolj engem. De minek, ha úgyse hallgatsz rám? Uram, nyisd meg előttem a te igéd világát. Minek, amikor nem akarsz a szerint élni? És ott van Péterben ez a rögtönzött dac, hogy semmiképpen nem, Uram, ne is mondd tovább. Úgyse fogom megcsinálni. És Péter nem teszi fel a kérdést, hogy Uram, mit akarsz ezzel elérni az életembe? Hanem rögtön rávágja a választ, hogy én ezt nem fogom megtenni. Ez teljesen ellenkezik azzal, ahogy én eddig éltem, amit én eddig megszoktam, ahogyan én berendeztem az életemet, ahogy én kialakítottam az életmódomat, nincs benne hely ennek. Mert nem így szoktam. És általában addig mentegetőzik az ember, hogy a végén nem tesszük meg azt, amit kellene. És megmaradunk imádkozó embereknek. Mondjuk tovább Istennek ugyanazt. Hogy ez is történjen meg, meg az is történjen meg, meg ebbe is segíts, Uram, meg abba is segíts. Minek? Nagyon sok ember abban a tévhitben él, testvérek, hogy attól, hogy én nem hallgatok az Istenre, attól még Isten hallgat rám. És ezt mi igazolja? És sokan szentül hisszük ezt. Hogyha én nem engedek az Istennek, meg csendben mindig elmondom neki, hogy semmiképpen nem, attól Isten még mindenben meg fog engem hallgatni. És nagyon sok emberben ez idéz elő egyfajta felháborodást, amikor történik valami az életében, hogy hát hogy lehet ez, Uram? Hát én teljesen más dolgokat kértem tőled. Én jó dolgokat kértem. Én áldást kértem. Én azt kértem, hogy őrizd meg, meg segíts meg. Hát miért nem hallgattál rám? Valóban joggal tesszük fel ezt a kérdést az Istennek? És valóban úgy gondoljuk, hogy Istennek nincs joga engem nem meghallgatni?
és nincs joga azt mondani, hogy ha te engedetlen vagy, akkor én miért hallgassalak meg. Pedig sokszor Isten ezt hallja tőlünk, semmiképpen nem, Uram. Semmiképpen nem. Tudjuk, mi történik ilyenkor? Tulajdonképpen semmi egyéb, csak megmagyarázok Istennek azt, hogy miért vagyok engedetlen. Mert én nem szoktam meg, hogy engedelmeskedem az Istennek. Nem szoktam meg. Én azt látom, testvérek, hogy nem az ige értéssel van bajunk. És nem is azzal, hogy nem szól Isten igéje. Egyszerűen azzal van baj, amit megszoktunk. Megszoktuk a semmiképpen nem, meg megszoktuk azt, hogy magyarázkodni kell. És olyan keserű az az élet, amiben én nem merek ráhagyatkozni az Istenre. Amiben azt kell elmondani Istennek, hogy Uram, én nem akarom ezt. Lehet, hogy te akarod, lehet, hogy ez a terved az életem felől, de úgy kellene megáldanod a családomat, úgy kellene megőrizned engem, úgy kellene formálj, hogy nem nyúlsz hozzám. És nem avatkozol bele az életembe. Vajon Isten meghallgat ilyenkor? Mi meghallgatnánk magunkat? És ezt kellene végig gondolnunk, és ebben kellene, hogy Isten formálhasson bennünket. Mert nagyon sokszor ezért maradnak el azok a jó dolgok, amiket mi kérünk. Én hiszem, hogy jó dolgokat szoktunk Istentől kérni. Miért kérnénk rosszat? Csak nagyon sokszor az a része hiányzik ennek a történetnek, hogy Uram, én elkértem tőled a jó dolgokat. Csak én nem vagyok se alkalmas, se kész arra, hogy ezekkel a jó dolgokkal éljek. Péter, amikor odaáll Isten elé, neki se volt egyszerű dolga, mert ő is egy kemény fejű makacsember volt. Ő elment odáig, hogy megtagadta az Úr Jézust. De mégis kimondja azt, hogy Uram, rád bízom magamat. És neki meg kellett érteni azt, hogy ha te rám bízod magadat, akkor én olyannál foglak téged formálni, amilyen emberként én téged látni akarlak. És hozzá fogok nyúlni a szokásaidhoz. És eltelik még egy kis idő, és ennek a résznek, a 10. résznek, a 34. versében olvassuk ezt, Péter pedig megnyitotta a száját, és azt mondta, most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden népben kedves előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Még eltelik egy idő, mire Péter megérti, hogy Isten azért adta neki ezt a látomást, hogy megértesse, hogy Péter, én a pogányokhoz akarlak küldeni. Akihez nem akar menni senki. Én olyanokhoz akarlak küldeni, akit ti nem szoktatok meglátogatni. Akivel nem szoktatok szóba állni. Azt mondja Péter, semmiképpen sem, Uram, soha nem ettem semmi tisztátalan. Olyan sokat mondó az az egy mondat, hogy sokszor nem fogyasztható az, amit Isten mond. Uram, nem akarom én ezt megrágni, nem akarom én ezt lenyelni. Hadd maradjon ott nálad. Nagyon sok itthagyott üzenete van az Istennek, ami nem volt fogyasztható a számunkra. Nagyon sok otthagyott üzenete van az Istennek, talán az éjjeli szekrényünkön, ahol ott van a Bibliánk, vagy a gyáhítatos könyvünk, vagy éppen ahol csendességet szoktunk tartani. És én azon gondolkoztam, testvérek, hogy amikor mi ezzel vigasztaljuk magunkat, hogy én megmaradtam igeolvasó, imádkozó embernek, és közben az vagyok, aki azt mondogatja, hogy semmiképpen nem, Uram. Mit várunk az Istentől? Azért ehhez nagyon sok erő kell,
hogy éltessem magamban ezt a reménységet, ezt az elgondolást, hogy na, ettől még Isten engem szeret, ettől még megadja azt, amit kérek, és én maradhatok nyugodtan engedetlen az Isten felé, még ha nem is vagyok fogyasztója annak, amit Isten mond és ad. Szoktunk arra gondolni, hogy mi lehet ennek a következménye? Hogy mi van akkor, amikor az én ima életem, meg az én természetem, azok köszönő viszonyban sincsenek egymással. Ugye mennyire be tud csapni a gonosz? Hogy amikor megtanulunk jó dolgokért imádkozni, olyan szépen elmondjuk, és a természetünk nem igazodik ahhoz, amit kérünk. Uram, adj nekem békességet, adj türelmet, adj szelídséget. És körülnézek, és nincs senki a házban, mert elmenekültek tőlem. Lehet, hogy senkit nem érdekel, miért imádkoztam, sokkal inkább az érdekel, mit csinálok. Az érdekel, ami kiárad belőlem, ahogy Istvánból is. Olyan jó lenne megérteni, testvérek, hogy nekünk nem az a célunk, hogy megtanuljunk jó dolgokért imádkozni. Fontos. Csak jó lenne összehangolni az imádságunkat a terveinkkel, meg a természetünkkel. Péternek muszáj volt ezt megtennie és megtanulnia, hogy lehet, hogy Péter, a te természeted, a te szokásaid, az arról szól, hogy te semmiképpen nem fogod ezt megcsinálni, hogy odamész a pogányokhoz, és elkezdöd nekik hirdetni az evangéliumot. Csak hogy Isten mond neki valamit. Amit Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy Péter, nem te döntöd el. Hogy kinek akarja az Úr az evangéliumot mondani, vagy küldeni. Olyan sokszor várjuk a kapuba ülve, hogy emberek elinduljanak a templomba. Senki nincs itt ezért ma, mert olyan erősen vártuk. De olyan ritkán vagyunk hajlandók arra, hogy megszólítsunk valakit, vagy bizonyságot tegyünk nekik. Péternek is kényelmesebb lett volna, ha azt mondja, hogy Uram, hát itt maradok a tetőn. Kornéliuszhoz meg üzenj valahogy, ahogy akarsz. Old meg, Uram. Csak hogy az ige úgy folytatódik, hogy ahogy Péter magában tűnődött, hogy mi lehet ez a látomás, amelyet látott, akkor már jöttek a férfiak, akik Pétert keresték, és az Úr szól Péternek, hogy menj, mert oda küldelek. Testvérek, nem az a kérdés, hogy túlélünk-e napokat, hanem az a kérdés, hogy miközben túléljük egyik napot a másik után, megvalósul az életünkben az Isten akarata? Összhangban van a mi imádságunk és a mi szokásunk. És lehet, hogy ma meg kell hozni azt a döntést, hogy Uram, nem fogok mától mindenért imádkozni. Mától meggondoltabb leszek. Csak amiért imádkozok, azt úgy mondom ki, hogy arra kész vagyok. Nagyon sokszor ez a fajta nyitottság hiányzik belőlünk, hogy Uram, amit kérek tőled, azt kész is vagyok megtenni. Mert ha azt mondom neked, Uram, hogy állíts szolgálatba, akkor kész leszek szolgálatba állni. Ha azt mondom, hogy formálj valamilyenné, akkor nem fogok sírni, ha hozzám érsz, és formálni akarsz, és nem leszek felháborodva. Azt mondja az Úr, amiket Isten megtisztított, nem mond tisztátalannak. Fel kellett tenni a kérdést Péternek is maga felé, hogy engedni vagy ellenkezni akarok.
engedni vagy ellenkezni. Isten parancsa választás elé állította őt. És neki kellett eldönteni, hogy innentől kezdve részese leszel annak, amit elterveztem, vagy megmaradsz olyannak, aki csak azt hajtogatja, hogy semmiképpen nem. Ki vezet minket és ki diktál nekünk? Péternek eddig a pontig meghatározó volt az, amit ő megszokott. És ezért mondja ki, végig se hallgatva az Urat, hogy semmiképpen nem. Nekem ez nem fogyasztható, Uram. Ezt az én gyomrom nem veszi be. Azt mondja Isten, már pedig így lesz. Mert ez a te javadat is szolgálja, meg azokét, akihez küldeni akarlak. Testvérek, lehet, hogy Isten tervei furcsák a számunkra. Lehet, hogy idegenek a mi szokásainktól, a mi életmódunktól. De vigyünk magunkkal egy nagyon fontos dolgot ma innen. Hogy amit Isten eltervezett, az jó. Az jó rám nézve is, meg jó azokra nézve is, akikhez Isten küldeni akar engem. Ha ezt nem veszem komolyan, akkor nincs olyan, hogy engem senki se vezet, meg senki se tanácsol. Akkor majd előlép az ördög. És fogunk sugallatokra hallgatni, meg ilyen-olyan megérzésre hallgatni, és egyszer csak azt fogjuk észrevenni, hogy mindenhez közön van már, csak az Istenhez nincs. Isten hadd hangoljon rá bennünket az ő terveire. És segítsen átgondolni nekünk az imádságainkat. Tanuljunk meg felelősen imádkozni. És úgy imádkozni, hogy Uram, Te részesévé akarsz tenni engem a Te terveidnek. De ehhez meg az kell, hogy én hozzáigazodjam a Te kezedben, a Te terveidhez és a Te céljaidhoz. Amen. Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy olyan türelmes vagy hozzánk, amikor mi hajtogatjuk azt, hogy semmiképpen nem. Bocsáss meg, Uram, azokért az alkalmakért, amikor mi világosan megértettük a Te célodat, a Te tervedet. Láttuk magunk előtt azt, amit Te elgondoltál felőlünk, de mégsem mehetünk rálépni az útra. Mert talán ellenkezett a szokásainkkal, a mi életmódunkkal. Bocsáss meg, Uram, az itt hagyott üzenetekért, amire mi csendben talán még annyit sem mondtunk ki, hogy semmiképpen nem tesszük meg. Csak némán tovább mentünk. Urunk, könyörülj meg rajtunk, kérünk. És bocsáss meg nekünk, ha láttál minket ellenkezve, tétovázva, magyarázkodva. És könyörülj meg, kérlek rajtunk, hogy hadd legyünk olyan gyermekeiddé, akik hozzáformálódunk a Te terveidhez, és nem félünk a Te kezedben formálódni. Urunk, mi sokszor kimondtuk már azt, hogy rád bízzuk magunkat, és csendben visszavettünk mindent. Uram, hadd legyenek őszinték a mi imádságaink, és hadd legyenek átgondoltak a mi imádságaink. Ne kérjünk olyan dolgokat, amire nem vagyunk hajlandóak, de kérjünk olyat, Uram, amiben készek vagyunk engedni neked. Urunk, segíts nekünk úgy szólni hozzád, hogy abban ne kettősség legyen, hanem hadd hangolódjon rá a mi imádságunk a Te terveidre, és hadd kérjünk olyan jó dolgokat, ami egyezik a Te akaratoddal, és ebben készek legyünk mi is hozzád igazodni. Így áld és szenteld meg a mi életünket. Hadd legyen ez a történet, Uram, ott előttünk. És hadd formálja a mi elménket, a mi engedelmességünket, a mi szívünket. És tegyen bennünket olyanokká, akik készek megtenni a Te akaratodat. Így kérünk, áld és szenteld meg a mi életünket, a napunk további részét. Te készítsd a mi szívünket az engedelmességre. És Te cselekedd meg mindazt, Uram, ami jó és kedves előtted. Így kérünk, hogy hallgass meg minket, és halld meg a most csendben elmondott imádságainkat is.
hallgass meg minket, Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.